Köszi szépen, szép jó estét, sziasztok! És egy ismerősöm kiköltözött Londonba április után, mert a győzelmet megünnepelni. Úgyhogy kint dolgozik egy moziban. Képzeljétek, indiai a főnöke. Dupla jó hír, ugye, hogy kint kell lenni indiai főnökkel. És ez az indiai főnök, ez meg akart őt lepni. Tehát mikor először találkoznak személyesen, akkor majd ő magyarul fogja köszönteni. Nem szólt neki előre, csak majd legyen meglepi. Most a kinti Yoshi barát valamit nagyon elkúrhatott a netes hindu-magyar szótár használata közben, mert találkozáskor csak annyit mondott, hi, alábbi kifejezéshez nem tartozik jelentés. Akkor érzed, hogy diplomával megérte kimenni ilyen emberek közé. És moziban dolgozik, kint is szuperhős őrület van így mozifilmek terén. És mondta azt, hogy miért van ennyi férfi szuperhős, hol vannak a csajok, őket jobban el lehetne viselni a vászon. Ugye például ott van Superman, ha baj van, mit csinál? Repül, érted? Befut egy fülkébe, török kettőt, majd megment. Superwoman, picit más, befut a fülkébe, ő is török kettőt, csak előtte elhangzik a mondat, várj, csak összekapom magam. Ugye így 2 órával korábban kell szólni, figyelj, anya, indul már el, mert jön a vonat, azt elüti őket. Van olyan karakter, amit meg helyesen nőre szabtak, ilyen a macskanő. Az nőnek tökéletes. Férfiként azért durválhatni egy cica fiú, nem mész az a kis éjszakával. Ki akarnak rabolni, de nem kell izgulni, mert megjelenik egy hős a ház tetején, bőrcucban. Kicsapja az ostort, majd leszól pöszén, hogy itt van Sziszafész, megment. Mondanám a rabloknak, fiúk, ájulásig késeljetek, mert én nem akarok magammal lenni, mikor Sisza fiú lemászik, mögém áll, a durr megment. Erre így nincs szükség. A magyar szuperhős nincsen, pedig lenne rá igény, ugye kicsivel is beérnénk Amerika kapitány mintájára. Egy ilyen kis Pannonia tizedes, tényleg nincsenek nagy igényeim. Ő akkor talpig magyar lenne, tehát tisztacipő, trapper, farmer, paraszti. Ugye, ő lenne, aki így, nem tudom, mire verekszik, Hello zenére, miközben Traubit iszik. Szuper ereje, hogy befizetés nélkül tud így áfát visszaigényelni. És nem a kriptonittól gyengül, hanem ha meghallja azt, hogy úristen, ki ez a lány? Ugye ott kell felszenni, gyere már, sztori van. Na hát ilyen nincsen, viszont most volt hosszú hétvége, szombaton el kellett menni vásárolni, mert minden zárva lesz. És látom, milyen fura vásárot láttatok már ilyet? Ők azok, akik 2-3 dolgot szoktak venni, és így kasszánál látod, de nem tudod fejben összerakni, hogy mi lesz abból este, vagy úgy később egyáltalán. És múltkor állok, srác előttem, lerak egy üveg viszkit, meg egy adag viszkász macska kaját. Hát gondolom, rossz napja volt. Haza már így az ajtót berúgva érkezett, hogy puff, ott a tála című, ha bekúrjuk keményen. Vagy van ilyen értetetlen vások, vesz valamit, de minek? Ugye most volt érettségi, 18 év körüli srác élete teljébe, tehát most a legokosabb, ennél csak hülyébb lesz. Fog egy befóliázott Rubik kockát, és 3 percet próbál kibontani. Majd mindenki neki drukkol, öcsi, bontsd már ki. Mellette ült egy idős néni, így elkérte tőle, egy udvariasan kicsomagolta, majd visszaadta, hogy fiatalember, lesz itt még kívás a fólia után is. Ugye, amikor annak életcélok csak el kellene érni, most láttam ilyet a balkezes férfiaknak szánt alsógatya. Van itt rajtam kívül balkezes? Senki. Na mindegy, akkor ez csak nekem lesz. Vicces. Vagy ha van balkezes férfi ismerős, neki mondhatjátok annyi, hogy 3-szor annyiért fogják árulni, mint a jobbkezes normál verziót. Hát gondolom kizárólag balfaszoknak, mert nekem nem ér meg annyit, szinkronban legyen a kezem meg a gatyám, de hát ugye kinek mi. Na és vásárlás, mindig készülnek ilyen listák, ugye, hogy mit kell venni, de a magyar ember olyan, hogyha szó nem jut eszünkbe, akkor mit csinálunk? Várunk. Azok nem mi vagyunk, inkább káromkodással valahogy, de kifejezzük magunkat. És múltkor így sorok között, hölgyiket kérdezte szerintem így az urát, hogy Feri, hozzak tejet? Mire Feri? Igen, de olyan lófaszmenteset. Hát gondolom ez lett volna a laktózdát. Feri már így elindította a mondatot, lendületben volt, nem állunk meg. És bármilyen durva a nők ebben nagyon jók. Ők egész mondatokat képesek káromkodva elmondani, úgyhogy annak van értelme. Pölö, mennyi reggel arra kelek? Hogy az asszonypajt üvölt a fürdőből,
hogy már megint szart mutat ez a fos. Akkor tudom, hogy méreckedik, ugye? Mert a hölgyek hogy méreckednek kizárólag reggel? Akkor mindenki nagyon könnyű. Messzen rának ajtót erre teszelik, kutyát kiküldik. Én nem tudom, mit láthat szegény állat, de tényleg ki kell küldeni. Láttál már egy kutyákat beszélgetni a réten, hogy két sekszagolgatás között, hogy hallott Fifike, nálatok is ízott a gazdi? Hú, áfonya az az igazi gazda. Most ilyen nincsen valószínűleg. És akkor így messzen rának, lábújhegyen hasad behúzva, levegőt kifújva, és jön ez a kis káromkodás, mert nem vagyunk elégedettek. Férfi az mindig elégedett, tényleg így szarás előtt, nagy kabátban ráállunk, lenézünk. Ú, hasam nagy pélót látom. Gyerekek, én még mindig jó vagyok. Így teremtettek. És mit szoktak a párok még ilyen hétpecsétes titokként kezelni a súlyukon kívül? A beceneveket, a másikat hogy hívják? Ti egy pár vagytok? Nem. Jó, nem sikerült. De nagyon nem. Nagyon nem. Szerencsés vagy. Így vagytok egy pár. Te beültél két nő közé? Jó. Igen. Párok jelentkezését. Pár vagytok? Nagyon jó, ennyi lett volna. Van becenevetek egymásnak, ami publikus? Vagy el kell vinni a Starbucksba, hogy kiderüljön, hogy hívják a másikat? Van becenév, van, de nem publikus. De, baba. Baba vagy? És ő? Bubi. Ő meg Bubi. Azért a fórkerekasztal beszélgetés. A babára kéne valamit húzni, mert itt... Csak így vagyok? Nem, mert a párok olyan neveket adnak, amivel nem jó elveszni a Tesco-ba. Nem? Egyszer merüljön le a telefonod, mikor két irányba vagytok. Asszony Patti azonnal hívja így az információt, hogy trüntyőkét. Trüntyőkét várja az információnál. Trüntyőke szerintem siessen. Trüntyőpincsé nagyon gyorsan induljon meg ide, mert ezt még hosszú ideig tudom mondani. És nem tudod tényleg, hogy trüntyőkeként így villámgyorsan tudod? Oda szaladj, gyalogkal, így, vagy vár meg, hát más printjőke esetleg arra tér, elviszi a balhét helyetted. Ilyen neveket adunk, mennyi jó névre tudnánk mi futni férfiak, nem? Szexisten, szexistent, várja a végbordásot. Elmúcsúdnak, megyek este gyerekeket fektes, vagy jövök, apát várják. Nem, ilyen neveket adunk, baba Bubi. Komolyan téged egy bicikliről neveztek el, nem tudom, hogy tudod el. Milyen neveket adunk? Ugye állatvonalon mozognak, kivéve itt. Ugye van ez a nuszika, macika, cicuska. Egyszer folytatta egy férfi néző a sort. Kígyó. Mellette ült szerintem a felesége, ő is folytatta. Anyád a kígyó, görény. Mert ugye vannak a békeidős becenevek, meg a háborús időszak, ugye egyszer előadsz valamit, nem pakolsz el, akkor van a keresztnév hosszan kiejtve. Ferenc. Ferenc, hol van a hajszárító? És van egy ilyen kis mély hang a nőnél. És Ferenc meg mondja, Anna Mari 3 éve kopasz vagyok, nem tudom, miről beszél. Már mi pasik két dolgot szoktunk beszélni, persze a barátnőnk kívül a Verdát, ugye? Fenevad. Csak el kell menni tankoltatni majd június végén. Lesz az pénznyelő is. Na mindegy. Ugye ez a másik, meg a jószágot a lábunk között. Ugye? Gyanús vagy, van valami becenevedünk. Ember a magyar az ritka pervers. Tehát ott is működik, hogy keresztnév. És így utána pakolunk egy ilyen katonai rangot. Buszti tábor. Érted? Itt aki... 1000 bevetésen van túl, de gatyából se jön ki gyak. Na mindegy, szóval buszi tábornok, pörölj ezredes, húzzuk fel a semmit. Ugye? Képzeljétek el, Angliában volt ilyen felmérés, legnépszerűbb pénisz becenév, nem a Big Ben, hanem az, hogy cikla. Ugye ez tök jó? Csak ha lekerül a gatya, az kiderül, nincs ott csak egy kavics. Mondja azt, mondja, hát figyelj, ezzel inkább így kacsáznék. Ez így mázsa nem lesz nagyon jó.
meg volt olyan nemzetközi felmérés, kapaszkodjatok. Jaj, várj, azt elfelejtem mindjárt. Mit szoktunk mi férfiak, megint hencegünk, ugye? Amikor jövünk haza ilyen picit ittasan, hogy jó, asszony, most készülj. Itt van ez az örömrút. Hancúr létsz. Úgy mindent mondunk. És asszony kijavít, figyelj, és spiccesen inkább csak ilyen bánatbot. Na mindegy, szóval a nők is szokták elnevezni, nem a férfiakét, a sajátjukat. És Japánban például úgy hívják, hogy gyöngyvirág. Milyen kis cuki név, nem? Egyből elgondolkodtál rajta azért, hogy Japán legyen egy pillanatra, de Grönlandon is volt ugyanilyen felmérés, ott kevesebb a gyöngyvirágot, úgy hívják, hogy fóka. Az érezheted, hogy kisebb volt a halmaz, amiből lehetett választani, lehetett volna még valószínűleg jegespedve, csak az a péniszre foglalható. Szerintem úgy halt meg két szánhúzó, egyik mondta a másiknak, figyelj, van mögötted egy jeges maci. Az meg nem fordult meg. Ó, hát láttam, hogy már fasz tudod. Fasz, jött az állat, szétkapta őket kevén. Így jártak. Életemben egyszer kaptam becenevet kollégáktól hasonlót. Úgy léptem fel, hogy alulról kaptam egy megvilágítást, és igen gyönyörű falloszként rajzolottam. És hetekig azzal szivattak, hogy jó van, már megvan, hogy a Godzilla a következő filmben milyen szörnyel fog küzdeni. Meg hogy egy komplett afrikai falu van a lábam között, így a látottak alapján, szóval ment így a kis szivatás. És elmondtam oda-haza, hogy azt mondja, ezzel szivattak, mindenki azt hiszi, hogy nagy a bráner. És erre mi lenne a jó visszajelzés, csatolás? Drágám, ne izgulj! Ugye? Igaz, ami igaz. Én mit kaptam? Hadd higgyék! Köszönöm szépen a figyelmet!